Minden szentek napja, halottak napja, Halloween, október utolsó és november első napjaihoz sok kultúrában sok hagyomány, szokás vagy legenda kapcsolódik. Mindennek Gabó Bosszinál jártunk utána, aki elmondta azt is, hogy hogyan ünnepeljük a boszorkány új évet, ami szintén aktuális. Nos, erre számíthatnak a mai női szakaszban, tartsanak velünk, érdemes lesz! Minden szentek napja, azaz az üdvözült lelkek emléknapja, halottak napja, avagy az elhunyt, de üdvösséget még el nem nyert lelkek napja, Halloween vagy boszorkány új év. Október utolsó és november első napjaihoz sok kultúrában sok hagyomány, szokás vagy legenda kapcsolódik, de vajon melyik volt az első és honnan ágaztak szét a különböző népek szokásai, történetei? Ezt bongozzuk most ki Gabóval, az újpesti bosszival. Ahogy ugyanis teltek múltak az idők, úgy ezek az ünnepek beleolvadtak a különböző hitrendszerekbe, amiket mindenki a sajátjának val, pedig ezek eredetileg mind abból az ünnepből módosultak, amit a mai emberek már Halloweenként ismernek. Tegyünk rendbe a dolgokat, tehát a Halloween nem amerikai ünnep. És mostanában, ahogy nézegetek ilyen közösségi oldalakat, azért van már ennyi hajam, mert kihullott, mert hihetetlen, hogy hogy gondolkodnak erről. Tehát a Halloween, ez igazából egy kelta ünnep, angol száz ünnep, és nagyon régről ered. Ez a nyár, úgymond a nyár vége, az aratás lezárta a tél kezdete. Tehát ez az éjszaka, október 31-éről november 1-ére virradó éjszaka, ez olyan, mint nekünk szilveszter. Igazándiból az év vége az év eleje. Ugye ez nagyon-nagyon sok monda kapcsolódik, nagyon sok bűbáj kapcsolódik, erről majd később. Tehát az a lényeg, hogy mi úgy tartjuk ezt az ünnepet, hogy itt zárjuk és itt nyitjuk. Igazándiból ez az ünnep, ez arról szól, hogy ugye a mondavilág szerint Jack, részeges Jacknek az ünnepe ez, akit az a lényeg, hogy miután meghalt, sem a mennyország nem fogadott be, mert úgy élt, az ördög nem sem kellett, mert vele meg voltak aférjai, és egy ilyen kis égő fadarabbal engedték el, hogy menjen az útjára. Na most ezen az éjszakán úgymond a holtak, hogy is mondjam neked, tehát az átjárók megnyílnak. És nagyon-nagyon sok szellem, lélek jön fel a földre. A töklámpás egyébként Jackből maradt, tehát a töklámpásba ugye bele kifaragjuk a tököt, vagy a kis tökbe beletesszük a mécsest, azért mondjuk, hogy tegyük az ablakba, hogy az ártó szellemek egy ne jöjjenek be, kettő mindenki a helyére találjon, és az útjára menjen, az útjára engedjük. De erről is szól egyébként ez az éjszaka, úgymond a holtak ünnepe valamilyen szinten. Ide kapcsolódik egyébként ugye a kereszténységnek a halottak napja, vagy a minden szentek ünnepe, ami pont egy nappal van, azt hiszem később, hiszen annak idején ugye azt nagyon-nagyon jól csinálta a keresztény egyház, hogy nem megtiltotta a pogány ünnepeket, hanem a keresztény ünnepeket mellé rakta, és így szépen lassan ezek a dolgok átmosódtak igazándiból. De hogyan jön mindehez a boszorkány új év? Az ősi hit alapja mindig is a természet volt. A régmúlt idők emberei évszakok szerint négy részre osztották az évet, a két napi egyenlőség és a két napforduló szerint. Akkoriban úgy tartották, hogy ezek az évszak választó határnapok. A négy kozmikus fordulónap pedig mind misztikusak. Ez a legnagyobb bosszi ünnep. Ezen az éjszakán én azt szoktam mondani, hogy érdemes elengedni az elmúlt évet. Ami tudom, borzasztó nehéz. Meg kéne gyújtani egy kis mécsest mindenkinek, leülni, és azokat az embereket, akik eltávoztak, akár racionálisan, akár lelkileg, elengedni. Ez nagyon fontos, hogy letisztuljunk. Tehát legyen ez egy barát, akivel véget ért a kapcsolat, legyen ez papa, aki elhúnyt. Tehát bárki, ezeket engedjük el. Az is nagyon-nagyon jó lenne, hogyha, hiszen ugye a gondolatnak és a kimondott szónak teremtő ereje van, leülnénk és elképzelnénk, hogy mit szeretnénk a következő évben. Ahogy szilveszterkor tényleg szoktuk, egy negyed óra, gondoljuk át, gyerekekkel mi legyen, párkapcsolatban mi legyen, karrierrel mi legyen, egészség, tehát egy ilyen kis komplett dolgot, a vágyainkat így képzeljük el. Ez is általában, hiszen ezen az éjszakán az energiák sokkal erősebbek, működik. Kapcsolódnak még ide bűbályok, igazán itt a jóslás, ami nagyon-nagyon
érdekes, sokkal tisztábban látunk, hiszen olyanok az energiák, sokkal tovább nézünk, sokkal pontosabban és biztosabban. Tehát ezért is használjuk ezt az éjszakát, különösen a mágiákra és a jóslásra. Van még egy ilyen nagyon érdekes mondta, hogy érdemes megenni egy almát mindenkinek ezen az estén, meg kell enni egy darab almát, az alma magocskákat pedig eltenni, és ez a következő évbe szerencsét hoz. De nagyon fontos az év vége, év eleje, tehát hogy nekünk itt van ez a vége eleje, és itt lehet megújulni, itt lehet újrakezdeni, itt lehet elindulni, itt lehet új terveket szövegetni, hihetetlen energiák és ilyen misztikus dolgok segítik ezt. Tehát ezt az éjszakát érdemes kihasználni egyébként mindenre. Az év végét és az év elejét a világ szinte minden kultúrájában megünneplik, az új év lezárásaként és az új lehetőség reményében nagy jelentőséget tulajdonítanak az évváltásnak. Ezt az sem befolyásolja, hogy az egyes népek a szokásoktól eltérve más-más naphoz kötik az esztendőváltást. Minden esetre a boszik szerint ez a mostani az év legmágikusabb éjszakája, ilyenkor sokszor tarotkártyát vetnek, vagy megfogalmazzák kívánságaikat a következő évre. De nézzük is Gabó boszi szerint, hogyan is ideális tartanunk a Halloween-es. Ezen az éjszakán mindig vörösborral kocintunk, vagy egy pohár vörösbort iszunk, egy pohár vörösbort, ez nagyon fontos. Én azt mondom, mindenki menjen egy Halloween buliba és érezze nagyon jól magát. Ezt megelőzően egyébként hazaér, töltsön ki egy pohár vörösbort, üljön le, gyújtja meg a kis mécsesét, és hát ezért egy fél órát, és ez nem biztos, hogy jó lesz, lehet, hogy fájdalmas. Tehát amikor elköszönsz és elengedsz az évtől, és ebben minden benne van szintén, ez nem annyira jó. Tehát amikor így végig gondolod, lehet, hogy fáj. Ugye ezen, ha túl vagy, akkor idd meg a kis kortyold el szépen a borocskádat, tervezd meg a következő évedet, hiszen az is nagyon-nagyon megvan segítő, nagyon segítő energiák vannak. Amit beszéltük, almát megesszük, eltesszük a magocskákat a szerencséthoz, és utána induljon a parti. Tehát én mindenkinek azt mondanám, hogy használja ezt az éjszakát, és senki ne felejtsen el kis töklámpácskát tenni az ablakba, égőmécsese, még egyszer mondom, védelemre van, illetve segítség, hogy mindenki az útjára találjon.